2019 a választások éve idén májusban az Európai Parlamenti, majd ősszel az önkormányzati mandátumokról kell dönteni. Mind a két vokcsolás komoly feladatot jelent a területi választási irodák számára. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Gáva Krisztián, a Nemzeti Választási Iroda általános elnök helyettese. Jó, Jó napot kívánok! Jó kívánok. Kívánok. Korábban megpedzegették azt is, hogy mi lenne, hogyha egyetlen egy napon lenne mind a két választás. Ez lehetséges? Lenne. Hát a hatályos jogszabályok, illetve az alaptörvény rendelkezései szerint nem. Ugyanis az alaptörvény szerint a önkormányzati választásokat, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választását, azt minden ötödik év, mármint hogy az előző választást követő ötödik év októberében kell megtartani. Az európai parlamenti választások időpontjáról pedig egy uniós jogszabály szól, amely azt határozza meg, hogy május utolsó hetében vagy június első hetében kell tartani, és aztán a tagállamok maguk döntik el, hogy egészen pontosan ez mikor történik. Hát a két időpontot azért egy másfél évszak elválasztja egymástól, úgyhogy vagy az egyik, vagy a másik szabályon kellett volna változtatni, mert a jogalkotó a magyar alaptörvényt emiatt nem változtatta meg, úgy szintén az uniósok szabály továbbra is hatályban van, ez, ez most elképzelhetetlennek tűnik. Pontos dátumok még egyelőre nincsenek, inkább úgy mondom, hogy hivatalos dátumok, de már azért lehet azt tudni, hogy mikor lesz például az európai parlamenti választás. Így van, kizárásos alapon az európai parlamenti választás ha a magyar szabályokra és a uniós jogszabályokat ha összevetjük, akkor az a május 26-a időpontot adja ki, míg az önkormányzati az valamelyik októberi vasárnapon lehet. Mi a különbség az előző választáshoz képest az országgyűlési választásokra gondolok? Gondolom azért van jó néhány. Hát persze, egy teljesen más típusú választás az európai parlamenti választás, amelynek során 21 mandátumról, döntenek a magyar választópolgárok, 21 képviselőt választanak be az Európai Parlamentbe. Ez csökkent az előző évekhez képest, az előző választásokhoz képest? Nem, 14-ben ugyanígy 21 volt, azt megelőzően magasabb létszám volt, csak aztán a, 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 az Európai Unió bővítésével e, osztották újra a mandátumok számát, és erre tekintettel csökkent e, 21-re a képviselőknek, a magyar képviselőknek a létszáma. A Brexitre nincs hatása a Brexit erre? Ö, hát erre, erre most nem, nem volt, úgy tűnik. Aztán egyébként is bizonytalan, hogy mi lesz ennek a vége. Ö, hogyha végül is sikerül a megállapodás, vagy, vagy, megállapodás nélkül, de a nagy a kilép az Európai Unióból, akkor ez azt jelenti, hogy ők az Európai Parlamenti Választáson az ő választópolgárok már nem vennének, nem vehetnének részt de ez nem eredményez a mandátumokban egyébként változást egyelőre. Um, Hogyha elmegy valaki voksolni, akkor ugye milyen szavazólapot fog kapni? Hogy kell ezt elképzelni, hiszen ezáltal tudjuk szerintem a leginkább megérteni. Igen, nem nincsenek egyéni jelöltek az európai parlamenti választáson, hanem pártok állíthatnak listákat, és ezekre a listákra szavaznak a választópolgárok. Listákat azok a pártok állíthatnak, akik legalább 20 ezer választópolgárnak az ajánlását megszerzik. Ezt bemutatják a Nemzeti Választási Bizottságnál, aki miután a Nemzeti Választási Iroda segítségével leellenőrizte ezeket az aláírásokat, ezt követően listaállítóként nyilvántartásba veszi őket, és hát ennek alapján fölkerülhetnek a szavazólapra. Az ellenzék részéről felvetődött a közös lista állítás, akkor ez azt jelenti, hogy az ellenzéknek összesen 20 ezeret kell összegyűjteni? Ö, igen, ez, ebben az esetben az egy, egy szervezetnek, egyenlő szervezetnek minősül, és 20 ezer ajánlást kellene összegyűjtenie. És az is egy speciális rendelkezés, hogy itt is van egy úgynevezett parlamentbe jutási, mandátumhoz jutási küszöb, ami az összes szavazatnak, érvényes szavazatnak az 5%-át legalább el kell érnie egy listának ahhoz, hogy mandátumot tudjon szerezni. Ezzel kapcsolatban merült föl az, hogy ha többen, közös listát indítanak, akkor ugye nem 5, -5 hanem a hány szervezet van, annyiszor 5 ot kell, kellene megszerezni. Most ez nem így van, tehát az Európai Parlamenti Választáson akár hány jelölő szervezet áll össze egy listára, ott 5 ot kell megszerezni a mandátumszerzéshez. Az országgyűlési választásokon eléggé hosszú volt a szavazólap, azt azért elmondhatjuk. Most azért sokkal rövidebbre lehet akkor számítani, főként, hogy hogyha közös listát állítanak az ellenzéki pártok, nem? Hát az előző választásoknak a tapasztalataiból kiindulva olyan 8-10-12 szervezet lehet talán, aki majd országos listát tud állítani, tehát semmiképpen nem számítunk egy 30-nál több szervezetet tartalmazó szavazólapra. Beszéljünk akkor arról, hogy mikor érvényes egyáltalán a voksolás. Tehát van itt valami küszöb. Érvényességű küszöb az ebben az esetben nincsen. Tehát ha a lakosság 10%-a megy el szavazni, akkor is érvényes a voksolás. Így van, így van. Tehát itt nincs érvényességű küszöb. Um, uh, talán arról érdemes szót hogy a polgárok, polgárok hogyan szavazhatnak az európai parlamenti választáson. Ugye egyrészt a szavazókörökben személyesen lehet szavazni, aki belföldön tartózkodik, de nem a lakóhelyén akkor ő átjelentkezéssel szavazhat a tartózkodási helyén, amit bejelent a választási irodánál. Gondolom ennek is megvan a határideje, hogy meddig. Így van, Lesz. és ez egy fontos változás, hogy néhány változás köve bekövetkezett az országgyűlési választások óta is a jogszabályi környezetben. Ezt korábban, ugye a szavazás megelőző második napig, tehát pénteken 16 óráig tehették meg a választópolgárok, a jogalkotó ezt a határidőt most előrébb hozta, tehát a szavazás megelőző negyedik napon 16 óráig lehet megtenniük az átjelentkezést. Ezzel azért volt szükség, mert nagyon kevés volt a választási számára az idő, hogy még pénteken éjszaka produkálni tudják a névjegyzéket, hiszen nekik az a feladatuk, hogy ezt akkor pénteken le kell zárni, és a, a, a névjegyzékeket pedig elő kell állítani, mert a szavazókörökbe fognak megjelenni. Tehát ez egy fontos, fontos időpont, hogy jobban oda kell figyelni a választópolgároknak, nem az utolsó pillanatra hagyják, hogyha máshol szeretnének szavazni, mint ahol laknak. Ha még az átjelentkezéseknél tartunk, uh -huh. ugye az előző voksolásnál, az országgyűlésénél ott azért voltak problémák, eléggé hosszú sorok alakultak ki. Most tekintetben lesznek-e változások? Itt van, itt is volt jogszabályi változás, ami ami gördülőkényebb, könnyebben lemonyolíthatóvá teszi azokban a szavazókörökben a szavazást ahol azok a választópolgárok szavaznak, akik nem a lakóhelyükön tartózkodnak. Mik voltak ezek a változások? Bocsánat, csak hogy több esetleg ilyen... Ez, ez ilyen... gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy az itt működő szavazatszámáló bizottságok azon túl, hogy gyakorlatilag bármekkorává bővíthetők, tehát bár bármennyi munkatársat föl lehet venni ö, ö, oda, akik a szavazatszámlásba tudnak segíteni, illetve hát magának az egésznek a lebonyolításában. Másrészt pedig, ugye ez fizikailag is elég nehéz volt megoldani, hiszen mindig egy helységben kellett ö, lenniük ezeknek a tagoknak. A törvény azt is lehetővé teszi, hogy ne egy fizikailag egy helyiségbe, hanem egy épületen belül, de mondjuk egy iskolának több tantervébe kisebb csoportokra, kisebb bizottságokra, albizottságok szakadva tudják végezni ezt a tevékenységet, hogy minél többen és minél gördülékenyebben tudják lebonyolítani a szavazást. Tehát várhatóan már nem lesznek akkora nagy sorok. Az európai parlamenti szavazáson egyébként sem szokott jellemzően ilyen történik, de, de ha mégis megtörténne, akkor azt gondolom, hogy most már a körülmények alkalmasak arra, hogy biztosítani tudják a szavazatszámlálók bizottságok a gördülékeny lebonyolítást. Mi történik akkor, ha én nyíregyháziként Londonban szeretnék voksolni? Azok a választópolgároknak egyébként Magyarországi lakcímük van, ők kint tudnak szavazni a külképviseleten, magyarországon a külképviseleten, konzulátus, vagy pedig, vagy pedig át a nagy magán, a nagy követségen. Ezt nekik előre kell jelezni, vagy egyszer ez egészen egyszerűen csak besétálnak? Ezt szintén akkor... előre, természetesen előre kell jelezni a lakóhelyük szerinti választási irodánál, hogy melyik államban hol szeretnének szavazni, erről értesítőt is kapnak, és ennek megfelelően tudnak eljárni. Mi a helyzet a határon túlélő magyar állampolgársággal rendelkező magyarokkal? Akik a határon túlélnek, és magyar állampolgárok, és, de nincsen magyarországi lakcímük, tehát valóban nem Magyarországon élnek, ők abban az országban szavazhatnak, hogy EU-s tagállamról van szó, eh, ahol élnek, és annak az államnak a listájára, tehát egy eh, franciaországban élő eh, magyar állampolgár, eh, az a, a, alapvetően a, a francia-európai eh, parlamenti listák valamelyikére eh, szavazhat. Tehát két listára nem szavazhat. Eh, de két listára nem, abban az esetben, hogyha meggondolja magát is Magyarországon, szeretne szavazni, akkor ahhoz Magyarország lakcímet kell létesítenie, és akkor a magyar listára szavazhat. A hatóságok között azonban van adatcsere, és ami megakadályozza azt, hogy egyszerre két államban is szavazhasson valaki. Ami még újdonság a korábbi szavazáshoz képest, hogy már azok a magyar állampolgárok is szavazhatnak, akik nem EU tagállamban élnek. Tehát például egy amerikai magyar, aki magyar állampolgár, de az Egyesült Államokban lakik, és regisztrálta magát, ő is fog kapni szavazólapot, és ahogy az országgyűlési választáson, vagy a népszavazáson, levélben tudnak szavazni majd. Vagy nem menjünk messzire, például Ukrajna, mert ugye ő sem EU tag. Igen, egy, azért beszéljünk egy kicsikét az önkormányzati választásokról, tényleg csak néhány kérdés erejéig, hogy itt mi a helyzet, a jelölteket, hogyan lehet egyáltalán, vagy hogyan lehet, a, a jelöltállításnak mi lesz a folyamata például? Ugye az önkormányzati választáson több különböző típusú választás is van. Egyrészt képviselőtestületet választanak a polgárok a településekön, másrészt polgármester, polgármestert választanak, harmadrészt megyei közgyűlést a, a, a megyében élő kivéve a megyei jogú városokat, és nem utolsósorban még nemzetiségi önkormányzatok is, ott is választanak, tehát egy több összetevős választásról van szó. Sőt, Ugye az sem mindegy, hogy milyen településről beszélünk, mert külön, külön szabályok vonatkoznak a tízezer fő alatti településekre. Ott ugye egy úgynevezett kislistás választás történik, tehát ott nincsenek egyéni választókerületek a településen. Tízezer fő fölött a település több egyéni választókerületre oszlik, és a polgárok egyrészt arra szavaznak, másrészt pedig kompenzációs listák is vannak. A polgármesterekre közvetlenül szavazunk, tehát itt többféle, többféle variáció van. Sokkal könnyebbek a feltételei az ajánlás összeszedésének, itt is szükség van ajánlásra a választópolgároktól az elinduláson, a választás, önkormányzati választáson, vagy előinduláson, de itt kedvezőbbek lényegesen a feltételek a jelöltek számára. Akkor ez egy újabb beszélgetést ér meg mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. A Nagyon szívesen.